Sziasztok, Sestilinszki vagyok, és a mai összefoglalóban az augusztus 26-ai és szeptember 2-ai Inside Star Citizen-t nézzük át. Az összefoglaló első felében hajókkal foglalkozunk, azok közül is elsőként a Drake Vulture-rel, aminek a White Box fázisa most fejeződött be, és kezdődik a Grey Box fázis. Kezdik kialakítani a hajó belsejét a jelenlegi elvárásoknak megfelelő szinten. A hajó a megvalósítás során megőrizte a kétszintes elrendezést, a pilóta fülkébe két irányból, a hátsó rámpa felől vagy a hajó oldalán elhelyezett létrán keresztül juthatunk be. A Vulture valamikor jövőre jelenik meg, és ezzel együtt bemutatkozik a hajó alapú roncsmentés első verziója is. Ezután az Ares Inferno-ra és Ionra váltunk. Ez a két hajó már a Grey Box fázis végén jár, és a gyártás végső szakaszába lépett. Az Ares együléses kapitálhajó elleni nehéz vadász lesz. A gyártás során fejtörést okozott, hogy a hajó alkotó részek miként legyenek elérhetőek, de végül megoldották ezt, valamint meg kellett birkózniuk azzal is, hogy a hajó hatalmas fegyverei láthatóak legyenek, de ne blokkolják nagy mértékben a kilátást. A Gladiusnál már elérték a hajóknál elvárt minőségi szintet, de pár javítás még érkezik a 3.15-ben, a Saber pedig ebben a patchben fogja elérni ezt a szintet. A hajókkal kapcsolatban további információkat is hallhatunk majd az október 9-én megtartott Citizen Conon. Végül nézzük a Redeemert, ami szinte már teljesen kész van, a kiadás előtti utolsó fázisban jár. A formájánál megtartották a V-alakú szárnyokat, a vonalainál változtattak kicsit, hogy szögletesebb legyen, és megváltoztatták a hajó farok részét is, hogy a meghajtást jobban el tudják osztani rajta. A hajó egy háromszemélyes csapatszállító lövegnaszát hibridként kezdte, amit a Squadron 42-ben is akartak használni, de ott átvette a helyét a Vanguard Hoplite és a Valkyr, a Redeemer pedig egy négyszemélyes lövegnaszáddá alakult át. Az összefoglaló második felében következzenek extra hosszan a gyors hírek. Korábban már láthattunk több készülő kórházat is, amelyik a 3.15-ös frissítésben érkezhetnek, azonban az összefoglalóban nem került be a Lorvilli Maria Pure of Heart kórház, amiben most egy White Box szúrát tehetünk. Bár még nagyon korai fázis látunk, azért érezhető a Lorvillire jellemző építészeti stílus és elrendezés megjelenése. Betekintést nyerhetünk a váróba és egy betegszobába is. A munkát a kanadai Turbulent csapat csinálja. Folytatódik a munka a hekkelő paneleken is, amelyekkel hamarosan találkozhatunk szerte az univerzumban. Az első verzió egy nagy sárga négyzet volt, ezért megpróbáltak kevésbé tolakodó és a környezetbe jobban illeszkedő egységeket készíteni. Az új dizájn lehetővé teszi, hogy ne csak a falon, hanem akár a padlón is lehessen nyitni ilyen paneleket. Dolgoznak az egyedi jelöléseken is, hogy a játékosok megtalálják a megfelelő hozzáférési pontokat, valamint a különféle hekkelő csippek kidolgozásán, amelyek a különböző feladatokhoz kellenek. A következő negyed évben többet fogunk hallani arról, hogy a játékosok hogyan használhatják majd ezeket a paneleket. Ezután látogassunk el Pyro-ba, ahol pár új növénnyel találkozhatunk. Az első egy leveles agávé, aminek különböző fejlődési szakaszait is láthatjuk, a földből frissen kibújtól a virágzó növényig. Ezt egy aloe-szerű növény követi, amiről többet egyelőre nem tudtunk meg. Ezután a Nix egy kisbolygó közeteihez vándorlunk, először ehhez a réteges sziklához. De vannak további kövek is. Most pedig nézzük meg a Nix egy domborzatát. A kisbolygó a lore szerint teljesen ki lett bányászva, ami a felszín formáin is vissza fog köszönni. A hajó kijelzők közül most a Drake-ét nézhetjük meg, ami a régebbi orosz katonai helikopterek kijelzőire hasonlít. Egyelőre több verziót láthatunk, és nem tudhatjuk, hogy ez lesz-e a végső, de izgalmas látni, hogy milyen irányban halad a fejlesztés. Folynak az előkészületek a 2951-es évi Intergalactic Aerospace Expo-val kapcsolatban is, most az Expo hivatalos logó terveit láthatjuk. A Crusaderrel kapcsolatban két hír is érkezik, az első, hogy dolgoznak azon, hogy a légnyomás hogyan hat a hajókra és az emberekre. A videóban előre haladva nő a nyomás, és láthatjuk, hogy ez milyen hatással van az emberre és a hajóra. Egyelőre még csak a teszteket folytatják, de a nyomás be fog kerülni az univerzumba is. A második hír a bolygó űrbánáihoz kapcsolódik, pár látványtervet láthatunk arról, hogy milyen játékmenetet képzelnek el ezekkel a csodálatos állatokkal kapcsolatban. Új kézi fegyverek is jönnek, rögtön három a volt fegyvergyártó cégtől. Az első egy elektron géppisztoly, aminek a terveivel már meg vannak elégedve, így jól halad a fejlesztés. Ezt követi egy elektron könnyű géppuska, amin még van mit dolgozni. Végül pedig egy lézer mesterlövész puska, ami szintén a volttól érkezik, de ez nem elektron sebzésű lesz.
Dolgoznak a lézeres aknákon is, ami izgalmat hozhat a hajóroncsok átvizsgálásába. Ezeket elhelyezhetik a rakomány védelmében, vagy hogy csapdába csaljanak valakit, de egyéb másokból is telepíthetik őket, mivel a játékosok is hozzáférhetnek majd az aknákhoz. Horizonon három újabb helyszínt fedezhetünk majd fel, ezek közül most a Cousins Crow üzletet nézhetjük meg, ami egy hajó és jármű alkatrész volt. Ez nem máshol kap helyet, mint az egyik lebegő platform alján. Lesznek itt alkatrészek, festések és hajómodulok is. A Crusader bemutatóterem is készül, amiről már láthattunk terveket az egyik korábbi epizódban. Az egyik legnagyobb kihívást a megvilágítás jelentette, mivel a terem nagyon nyitott. A kiállítóteremben láthatunk majd felnyitott bombát és Herkules pilóta fülkét is. A fejlesztők a Stanton rendszerben található minden egyes lakótér kapcsolóin is dolgoznak. Nézzük ezeket sorban, kezdve arra a 18-al, majd Grimhex, Lorville, Microtech, Olisar, Horizon, Clasher Burton, űrállomások, és végül Levski. Ha már a megvilágításnál tartunk, készül egy újabb lagrafika is, ami élethűbbé teszi majd az épületeket. A UI Tech csapat egy új 3D-s röntgenképen dolgozik, amiket a játékosok a kórházba kerülve használhatnak majd. Ennek a segítségével pontosan meghatározhatjuk a sérüléseket, és el is láthatjuk azokat. Külön női és férfi csontváz készül, és később ezekkel a terepen is találkozhatunk, amikor a kéziszkennert használjuk. Erről a játékmenetről még többet fogunk hallani a következő hetekben leadott Inside-okban. A fenti témához kapcsolódnak a kibernetikus végtagpótlások, amelyek szintén részei lesznek a világnak. Ezek különböző típusait láthatjuk. Készülnek már a verziók arra is, hogy ezeket hogyan lehet együtt hordani ruhákkal. De nem csak karok, hanem lábak is lecserélődhetnek. Ezek egyelőre még csak a tervek, szóval az univerzumban sokára fogunk velük találkozni. Ezzel az összefoglaló végére értünk hosszú és eredményes életet. Zelensky? Zelensky. Zelensky? Zelensky. Good job, Zelensky. Yes, good job, Zelensky. So